Idén június 16-án kezdték meg a nyári szünetet az iskolások, pár nappal később, június 19-től már nyári napközis táborok fogadták azokat a diákokat, akik napközbeni ellátásáról, felügyeletéről, szüleik munkavégzésük miatt nem tudtak gondoskodni. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata 20,4 millió forint támogatást nyújtott a nyári napközis táborok megvalósításához. Idén 7 helyszínen, 8 turnusban, mintegy 1880 gyermek töltötte hasznosan szakemberek felügyelete mellett szünidejét. Ráadásul a táborok a szülők pénztárcáját sem terhelték. Az 1880 gyermek számára ez a tábor térítésmentes Kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni, amennyiben évközben térítési díj kötelesek. De tudjuk azt nagyon, és ez egy másik témába csatlakozhatna, hát egyébként is tényleg reggel lehetne sorolni a kedvezményeket, hogy nagyon-nagyon sok gyerek étkezési kedvezményt kap, vagy száz százalékban támogatott az étkezése, vagy ötven százalékban támogatott az étkezése. Ezt a támogatást viszi a nyári táborban magáé, magával, tehát az étkezésért nem kell nekik fizetniük, díjat a táborért nem kérünk el, ezért nagyon-nagyon népszerű. De nem csak ezért népszerű, mert viszonylag nem kerül túl nagy összegbe ez, ez Való részéte, hanem az, hogy nagyon tartalmasak a táboroknak a, a, a mindennapi munkája, és tényleg hasznosan és kellemesen töltik el a gyerekek a, a nyári szünetet. A táborokban tehát csak az étkezésért kellett fizetni teljes díjat, azaz egy hétre 2450 forintot fizettek 1078 gyermek után, 50%-os árat 1225 forintot fizettek egy turnusért 332 gyermeknél, és 196-an étkeztek, táboroztak teljesen ingyen. Önköltséges volt 276 gyermek, szüleik egy hétre 15 ezer forintot fizettek a második vagy harmadik turnusban való részvételért. A város az intézmény fenntartójától függetlenül most is lehetőséget biztosított valamennyi nyíregyházi lakcímmel rendelkező helyi általános iskolába járó gyermeknek, hogy jelentkezhessen a táborokba. Az egyik legkedveltebb helyszín a kisvakont tábor volt, ott több mint 600-an vakációztak. Mellette várták még a gyerekeket a múzeumfaluban, de szerveztek többek között nyelvi, valamint úszó és foci tábort is. Az önkormányzati táborokban tanárok, pedagógiai szakemberek és edzők foglalkoztak az iskolásokkal, akiknek így hasznosan és élményekkel teli volt vakációjuk.